A szezon végén befejezi pályafutását az osztrák harmadosztályban védő 42 éves magyar futballkapusa, 14-szeres válogatott Sáfár Szabolcs, aki játszott a Vasas, a Salzburg, az Austria Wien, az Innsbruck és a Spartak Moszkva színeiben is. A Ritzing hálóját őrző Sáfár Szabolcsot kapcsoljuk most. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szia! Szabolcs, Buffon 39 évesen BL döntőre készül, és hát alig ha gondol visszavonulásra, a szavaiból úgy tűnik ki. Neked ez 42 évesen miért fordult meg a fejedben? Hát úgy gondolom, hogy eljött az idő, hogy én is most már inkább az edzői pályámra készüljek, és arra koncentráljak. Úgy gondolom, hogy fizikálisan is per pillanat úgy érzem, hogy talán jobb lesz, hogyha már a testem is inkább nyugalmi helyzetbe kerül, hiszen kapusedzőként is azért továbbra is igénybe lesz véve, de úgy gondolom, hogy azt a terhelést, ami egy játékosnak szüksége van, az arra már nincsen szükségem. Na most ebben a bajnoki szezonban is 24 meccsen védtél, egyébként fizikailag rendben vagy, ha nagyon neki durálnád magad, akkor még tudnád folytatni? Egy jó adottságú, nem sérülékeny kapusnál a 4 évtized az még egy vállalható kor? Hát elvileg egészségileg rendben vagyok, de úgy gondolom, hogy nem is szeretném megvárni, míg olyan állapotba kerülök, hogy arra legyek kényszerítve, hogy ne tudjak már semmit akár a gyerekeknek bemutatni, akár bármilyen sporttevékenységet elvégezni, úgyhogy még azért szeretném idejében szögre akasztani a kesztyűt. Mi az, ami leginkább elfárad, fáj ilyenkor nálad kapusnál, amikor arra utalsz, hogy szóval fizikailag is ez a jó pont, hogy az ember abba adja? Hát én mondjuk mérkőzések után már nagyon fáradtnak érzem magam, hát ugye a regenerálódásnak az ideje is egyre jobban kitolódik. Ráadásul ugye mellette dolgozom az utánpótlásban, mint kapusedző, tehát igazából arra sincs mindig időm, hogy kipihenjem magamat, úgyhogy ezt a kettőt együtt elég nehéz összeegyeztetni, pláne ebben a korban, úgyhogy úgy gondolom, hogy ennek most eljött az ideje. Mekkora egyébként a hajtás ebben az osztrák keleti ligában? Én úgy gondolom, hogy a szakmai színvonal elég jó, tényleg nincsenek lefutott mérkőzések, az utolsóval is ugyanúgy meg kell küzdeni, mint a konkurenciával. Végül is jó lett volna idén is felkerülni, úgyhogy azért is nagy harcban voltunk a többi csapattal. Úgyhogy ez mindenképpen még szakmailag is kihívás volt. Egyelőre természetesen a visszavonulásig úgy tűnik, hogy biztos a helyed a kapuban, de a fiatal magyar kollégákat vannak számosan, ahogy néztem a keretet, azok őket te nézted ki? Mármint hol? A csapatodban. Mármint a Ritzingben? Igen. Kapusok vagy? Kapusok között nincsenek magyarok? Nincsenek. No, azt nézzük meg, hogy azért az egyértelmű, hogy edzőként folytatod, és neked nem kell majd ebben élesen váltanod, hiszen, ahogy ezt említetted is, az akadémián már dolgozol. Azt ugyanott szeretnéd folytatni a jövőben is, igaz? Hát én így képzelem el, még egyelőre ezzel kapcsolatban konkrétum nincs, úgyhogy végleges döntés nem született, de én úgy gondolom, és az én elképzelésem az lenne, hogy ott folytatnám akár főállásban is. Terveznek-e neked, erről beszéltek-e valami, egy páratlan és nagyon hosszú ideig tartó és szép pályafutás végén valami fajta búcsú bulit, búcsú meccset? Egyelőre nem tudok róla,
de hát majd meglepetéssel várom, hogy esetleg lesz-e valami. Megmondom őszintén, én nem szeretnék nagyon nagy feneket ennek keríteni, de biztos jól fog esni, hogyha esetleg készülnek valamivel. Azt azért mondtad, hogy azt el tudod képzelni, hogy valamilyen alacsonyabb osztályban néha még bebeszállsz. Ezt ne zárjuk ki? Nem, ezt semmiképpen nem szeretném. Egyrészt a mozgásra továbbra is szükségem van. Másrészt meg azért edzőként sem rossz, hogyha az ember nem felejti el teljesen, hogy milyen a kapuba állni, és mennyire másként néz ki az egész dolog belülről, mint kívülről. Szabolcs, ugye az utóbbi években elsősorban kapusok révén voltunk jelen komolyabb bajnokságokban. Te Ausztriában, és most már itt edzőként gondolom, érzed-e azt, hogy magyarként a szakmai tudásnak, meg a magyar kapusnak van becsülete és van ázsiója? Hát úgy gondolom, hogy mindenképpen van, és szerintem játékosként is, szerintem ez nem csak a kapusokra vonatkozik, pláne az EB szereplés után azért szerintem most már magyarokra is sokkal jobban figyelnek. Azért látjuk, hogy utánpótlásban is azért komolyabb csapatok is nyúlnak magyar játékosokhoz. De a kapusokra visszatérve látom, itt Ausztriában is vannak különböző utánpótlás csapatokban is magyar játékosok, úgyhogy úgy gondolom, hogy az európai piacon akár az utánpótlás, akár a felnőtt magyar játékosok is kellendő. Hosszú távon milyen karrierkép állhat előtted az Ausztria Wiennél, ahol az akadémián dolgozol? Szóval ezt a munkát a klubnál, ha minden jól megy és komoly edzői ambícióid vannak, akkor meddig lehet kifuttatni? Hát előbb vagy utóbb szeretnék én is tovább lépni természetesen. Úgy gondolom, hogy az utánpótlásban való munka egy nagyon jó alap arra, hogy az ember az edzői pályafutását is felépítse. Nekem is az lenne a célom, hogy később majd felnőttekkel foglalkozzam, aztán, hogy erre mikor kerül sor, meg mikor jön a megfelelő idő, az majd kiderül az évek során. Én türelemmel várom majd ezt az időszakot is, de addig is nagyon szívesen foglalkozok fiatalokkal is. Na várjál, Szabolcs, ezt tisztázzuk, felnőttekkel foglalkozni edzőként, a kapusedzői munka csúcsaként, tehát kapusedzőként, vagy pedig, mint ahogy erre van példa, vegyük csak Dino Zoffot, kapusként, az egész csapatot irányítva labdarúgó edzőként. Nem, én csak kapusedzőként szeretnék dolgozni. Úgy is kezdtem el most a munkámat, és ezen a vonalon is szeretnék maradni. Azt elképzelhetőnek tartod-e, hogy előbb-utóbb Magyarországon is kipróbálod magadat? Most csak egy vezetőedzőt mondok, Bódog Tamás például most hazacsábult, tehát ennyi idő után és ennyi osztrák év és munkavállalás után milyen esélye van, milyen lehetősége van egyszer a hazatérésnek? Én mindenféle dologra nyitott vagyok. Eddig otthonról engem nem nagyon kerestek, úgyhogy ezért nem is nagyon került szóba a hazatérés, de mindenképpen még az itt kinti feladataim mellett is, ha bármiben tudok az otthoni dolgokba segíteni, nagyon szívesen megteszem. Tartom is a kapcsolatot különböző szinten, úgyhogy bármikor olyan feladat vagy lehetőség felmerül, szívesen állok rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy akkor te abszolút figyelemmel követed az itthoni történéseket, az NB1-et és általában a kapusügyeket is? Az NB1-et is, az utánpótlást is, ugye most az U17-es válogatott szereplését is, felnőtt válogatottét is, hát azt hiszem, hogy szinte kötelességem a magyar futballal ugyanúgy foglalkozni, mint bármelyik, mint akár az osztrákkal, vagy bármelyik európai nagyban.
Akkor azt mondd meg végül, pontosan ezért Szabos, hogy volt csapatod, a Vasas esélyeit hogyan látod, mármint a tekintetben a bajnokságban is, de ott van még egy nagy lehetőség a nemzetközi porondra jutásra, mármint a kupadöntő. Hát igen, sajnos ez a tavasz nem úgy sikerült, ahogy szerették volna. És hát ugye a bajnoki esélyek után most már küzdenek, hogy egyáltalán az első háromba be tudjanak kerülni. Hát egy jó hajrára mindenképpen erre szükség lesz, bár úgy gondolom, hogy a Fradinak a kerettel meg a lehetőségei miatt is azért erre nagyobb esélye van. Szabos, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és akkor azt kívánom, hogy a visszavonulás jól sikerüljön, és utána az edzői építkezés is remekül alakuljon. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, szia! Én is köszönöm, szia!